Határátkelés hajókkal Horvátországba, kiállítások, kulturális műsorok, gyerekprogramok és kirakodó vásár várta az érdeklődőket hétvégén Örtilos-Szentmihályhegyen. Horvát-magyar barátságnapot tartottak 2 év kihagyás után, melynek újra nagy sikere volt magyar és horvát részről egyaránt. Nem sokkal a rendszerváltás után, 1994-ben volt az első határnyitás Örtilosnál, melynek bizonyítékául egy emlékmű is áll a Dráva parton. Akkor még gumicsónakokkal keltek át a folyón a tűzoltók és a rendőrök segítségével. Azóta kulturális és gasztroprogramokkal is színesítik az annanapi búcsút. A koronavírus járvány azonban közbeszólt, így már 2 éve nem tudták megszervezni az eseményt. Idén nagy örömmel és lelkesedéssel álltak neki a megvalósításnak, árulta el Kelei Zita, Örtilos polgármestere. Az évek folyamán folyamatosan egyre nagyobb érdeklődésre tett szert ez az esemény, és későbbiekben elneveztük Horvát-Magyar Barátság napjának ezt a napot, és Szent Anna ugye a védőszentje igazából ennek a rendezvénynek, és a mai Szent Mise is Szent Annáról szólt, és nyilván így Anna nap utáni első vasárnapon tartjuk mindig. A kulturális események körülbelül 2000 körül teljesedtek ki, akkor lett talán a legnagyobb érdeklődés a kultúra irányába, illetve az örtilosi kulturális rendezvény irányában. 3 helyszínen valósult meg a rendezvény. A Horvát-Magyar Szentmise adta a program kezdetét. A hegyen, a templomtéren és az alatta lévő művelődési házban színes programok és kiállítások várták az érdeklődőket. A nagy sátor a Dráva parton adta a helyet a kulturális műsoroknak, ahol örtilos óvodása is bemutatkoztak. Ez az első olyan alkalom, amikor mindenféle irat és mindenféle okmány nélkül átmehetünk Horvátországba, illetve horvát barátaink is átjöhetnek hozzánk. A horvát Légrád községnek van 2 elektromos napelemes csónakja, mindegyik 12-12 szemét tud szállítani egyszerre. Ezek a hajók folyamatosan járnak, illetve Alsó-Domború község is segített ebben a hajózásban, és a polgármester úr onnan ugyanúgy felajánlotta a segítséget egy hajóval, úgyhogy ha minden kötél szakad, 4 hajóval tudunk már oda-vissza közlekedni. Az este sztárvendég fellépővel és egy fergeteges bállal zárult. A település vezetője hangsúlyozta, bízik abban, hogy lesz folytatása a hétvégi rendezvénynek.